Eger a víziváros. Ez az elnevezés különböző formában lassan közel 100 éve közszájon forog. A városi sportélet fontos részét képezik a vizes sportok, kiemelten a vízilabda. Mint azt Bárány Attila is elmondta, Egerben olyan vízilabda élet van, ami egész Európában a párját ritkítja. Nem csak kiváló felnőtt csapatok vannak, hanem az utánpótlás is nagyszerű, és azt gondolom, hogy aki elkezd itt vízilabdázni, akármilyen szintre jut, mindenképpen akár élete végig is vízilabdázhat, hiszen most már kijelenthetem azt is, hogy vízilabda Egerben tömegsport is. A három különböző klubon, vagyis az Egri Vízilabda Klubon, az Eszterházy Károly Főiskola Sportklubon és az Egri Vízmű Sportklubon kívül, ami az első osztálytól a harmadosztályig nyújt rendszeres sportolási és testedzési lehetőséget, sorra alakulnak az amatőr csapatok, amelyek városi és országos tornákon is elindulnak. Aki lejön az úszodába, akár reggeltől estig láthat vízilabdát, hiszen nem csak azok vízilabdáznak, akik professzionális szinten művelik ezt a sportot, hanem munka mellett, hobbiból is. Mint elhangzott, az infrastruktúrális háttér, vagyis az úszodák országos, de európai szinten is példátlannak nevezhető, ami a Bárány úszoda felújítása után még jobb lesz. Bárány Attila elmondta, ma már bárki életkortól függetlenül talál magának csapatot.